Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, ez a Fehérvári Beszélgetés. A mai napon egy olyan fehérvári énekesnő fogadta el a meghívásunkat ide a Fehérvár Televízióba, akit azt gondolom, hogy manapság most már senkinek nem kell bemutatni, hiszen a mostantól című dallal Rácz Gergővel lehet mondani tényleg mindenféle túlzás nélkül, hogy egy csapás országos ismerettségre tett szert. Vendégem a stúdióban Orsovai Reni. Szia, köszöntelek téged. Szia, én is köszöntök mindenkit. Ugye említettem mostantól című dalt, azóta mondhatjuk, datálhatjuk, azóta vagy országosan ismert? Hát ezt azért nem merem kimondani, de igen, ez nagyon sokat nyomott alatba, hogy azért most már így felismergetnek elég sokan, meg hát így a számokban, ilyen követő számokban azért meglátszik, hogy most már így van egy ilyen szám, ami ilyen nagy nézettséget érte, úgyhogy talán mondhatom, hogy ezt hozta meg, de egyébként már előtte azért Denizzel is játszottak minket a Petőfi Rádión, hogy ott vele is voltunk ilyen különböző televíziós műsorokban, úgyhogy azért... Így szépen lassan épül fel fokozatosan. Ez volt igazából, ami úgymond berobbantott téged a köztudatba. Ez lett volna a következő kérdésem, aztán visszamegyünk a múltba, hogy az utcán megismernek, te néznek, mondják, ő az. Igen, a legtöbb egyébként csak így nézeget, de most tehát odajöttek nagyon sokan most már, hogy egy képet csinálhatnak-e, vagy hogy jó a szám, csak így megszólítottak, hogy jó a Gergős szám. Aranyosak egyébként most már így egyre több, hát mondjuk most nyilván nem tudom ezt jelen pillanatban annyira élvezni, mert nem járok sehova. Igen, nagyon így semmi jelenleg. Igen, de hogy amíg lehetett még kivenni, addig volt sok ilyen, igen. Ez igen, de ez nagyon jó érzés nyilván az embernek. Igen. Persze ez egy elismerés, és többet ér, mint bármilyen anyagi, vagy bármilyen más természetű elismerés. Persze. Beszélünk erős jelenről, meg a jövőről, beszélünk a múltról. Előtte is ugye tevékenykedtél a zenében, de nyilván ilyen széles körben nem ismertek. Mondjuk, hogy előtte Orsovai Reni mit csinált, mondjuk a mostantól előtt, hogy innentől datáljuk, hogy ismernek az emberek. Hát igen, egyébként a vokáloztam pár zenekarban, még a Blaha Lúziánának is, még a Bigának is, ott kezdtem talán így azt, hogy így elkezdtem ilyen körökbe mozogni, és akkor utána kezdtem el vokálozni a Rácz Gergő zenekarában, és voltam egy kis helyi rádiónál dolgoztam, és ott itt Fehérváron. Csinált. Igen. És nem mondhatjuk, hogy nem létezik már a Fehérvár Rádióban. Igen, Fehérvár Rádióban. Ott én is megfordultam, meg szerintem nagyon sokan a szakmában, kétszer is egyébként. Igen, és ott telefonáltam hát ugye volt egy ilyen műsor, amit kellett csinálnom, ahol ilyen különböző hírességekkel kellett interjú, zenészekkel kellett interjút csinálnom, és felhívtam a Gergőt, és elkezdtünk beszélgetni, és valahogy kiderült, hogy én is zenélek, és mondta Gergő, hogy neki kéne egy vokalista, és mondtam, hogy hát mondom, Gergő, nyugodtan szólj, ha valami ilyesmi kell. És akkor felhívott egy vokálista, és akkor egy pár évig vokáloztam, utána jött, ugye csináltam egy saját zenekart, a Nene zenekart, a Kodolány és Iszfaj csoportársaimmal, és közben a Deniz is megkeresett, hogy bejutottam abba a zenekarba, és úgyhogy így elég sok fronton mozogtam, és ez a mai napig így tart, úgyhogy hálás vagyok, hogy nem kell egy zenei stílusban énekelnem csak, mert én szeretek így mozogni. Igen, mert sokféle stílusban, ahogy felsőd, elég sokféle stílusról beszélünk. Igen, nem az inkább ez az alternatív pop világ. De ez eladható, ez alternatív abban az értelmében, ugye rádiósként én úgy nézem, hogy van az alternatív, ami nem eladható, és rettenet, meg van az eladható, és rádióképes, és szeretik az emberek. Ez bőven az. Ugye a Későre persze. jár című zene, például, amit mi is tolunk a rádióban, az egyértelmű közönség kedvenc, és alternatív is, meg ugye a mostani modern jegyek is. Igen, igen, azért hívjuk alternatív popnak mi, hogy azért mégiscsak popos, mert mégiscsak bevehető persze. a fülnek, nem annyira alternatív, de azért alternatív ahhoz képest, hogy mondjuk a Gergő egy fokkal már mainstream-ebb pop, igen. És a Deniz meg amúgy hip-hop, szóval ez három teljesen különböző persze. forma. Tudatosan készültél a zenei pályára, vagy gyerekkorodtól, vagy volt, nem tudom, nem olyan régen egy valami impulzus, amiért, hogy na, akkor én ezt fogom csinálni. Nem, igazából abszolút egyértelmű volt. Tehát ugye mindig el szoktam mondani, hogy apukám már beiratott 6 évesen zongorázni, utána a zenei általánosba jártam, tehát hogy így kb. Magától értetődő volt, így nem is volt kérdés. Utána a Vasváriba jártam 6 osztályos gimnáziumban 2,5 évig, és utána jött egyszer csak egy ilyen ihlet, hogy én elmegyek a hangszintérművészeti iskolába, és ott fogok tanulni jazzéneket. És tehát igazából így nem volt egy olyan elhatározás, hanem így egyértelmű mi vált. És akkor nyilván bontogattam a szárnyam másfelé is, de mindig így egyértelmű lett, hogy nekem az nem semmi más nem a világom, csak ez. Úgyhogy azért is felvételiztem a Kodolányira, mert anyuék nagyon mondták, hogy azért egy diploma kell, meg nem lehet csak így elébe szolgatni zenélgetni. Igen, ezt szokták, hogy legyen rendes szakmád, és mellette zené nyugodtan. Legyen rendes szakmád, és én akkor azt mondtam, hogy ha a szakmám lesz, akkor az is zenész szakma lesz, és akkor legalább tudok. És mi lett a szakmád végül is akkor? Jazz előadó művész vagyok, de ezzel most így tudok itt tanítgatni is. És ezzel tanítasz is, mert ugye jelenleg is most azt csinálod ebben a helyzetben, de beszélünk majd erről is természetesen. Ugye összejötték, de tehetségkutatókon is te szerepeltél, vagy voltál tehetségkutatón, jól emlékszem, a Fehérvár Hangján is, ugye? Igen, Fehérvár Hangján kétszer is voltam, még az első 2011-ben, meg 2013-ban, jól emlékszem? Igen, valahogy így, igen. Aztán voltam ilyen kereskedelmi csatornán is,
de nem értem el azt a sikert, amit én szerettem volna, vagy nem úgy jöttek a dolgok, ahogy szerettem, de szerintem ez nem véletlen egyébként. És azt gondolom. Én azt gondolom, hogy ez így sokkal jobb volt, hogy szerintem az ember jobban tudja értékelni, hogyha nagyon sokat kell küzdeni érte, mintha csak így az ölébe hullik ez a dolog, hogy ilyen sokan megnézik, és ilyen sokan írnak, és ilyen kedvesek, és ilyen sokan vannak a koncerten, mert hogyha az egy csapásra megvan, akkor valahogy szerintem nem tudja az ember, vagy nehéz úgy értékelni, azt vettem észre. Így van. A másik, amit még észrevettem is, ha ki mondjuk megnyer egy tehetségkutat, lehet, hogy nem mindig ő jön ki a legjobban belőle, mert lehet, hogy aki nem ért el helyezést, de meg lesz a mondjuk kapcsolatrendszere, rutinja ezáltal, sokkal többre tudja vinni. Például akkor te esetedben ez igaz. Jelesül, igen. Szerencsére. Szerencsére, igen. Említettük ugye Gergőt, Rácz Gergőt, hogy így kerültél vele kapcsolatba, keresett vokalistát, Gergővel ugye a szó jó értelmében összejöttetek, megkezdtél neki vokálozni. Voltak gondolom ugye már a mostantól előtt is különböző dalok, amiket írt Gergő, esetleg együtt vettetek fel. Egyébként én az ő duettjeit szoktam énekelni a koncerteken, tehát ugye alapvetően egy vokál pozícióban vagyok, vagy voltam. Igen. És nagyon sok duettje van Gergőnek, és azokban a női részeket szoktam énekelni, persze a vokálzáson kívül, és már régóta beszéltük, hogy kéne egy közös dal, és egyébként az, ami most jött ki, az Aha című számunk, az már a mostantól előtt elkezdett megírni. Azt írta Gergő is egyébként. Csak közben elkezdett írni a mostantól is, és úgy voltunk vele, hogy a mostantól sokkal jobb, és hogy így annyira ráförögtünk mind a ketten, hogy akkor inkább azt csináljuk meg, és azt hozzuk ki előbb. És akkor volt is egy olyan gondolat, hogy nem is hozzuk ki az Ahát, mert hogy így már így elfelejtettük, már egy kicsit meguntuk, sokszor hallgattuk, de aztán most mégis. Igen. Mégiscsak megtetszett megint nekünk, és akkor kihoztuk. Igen, és nem is volt bennetek félsz a mostantól kapcsán, hogy kihozzuk, mit szólnak az emberek, tehát tudtátok nyilván te is zenészként, Gergő is rutinos zenészként, producerként, hogy ez ütni fog, gyerekek. Egyébként mi úgy tehát hogy nyilván volt bennünk egy félsz azzal kapcsolatban, hogy engem még nem ismernek annyira az emberek, mit szólnak a Gergő oldalán, hogyha megjelenek. Bennem még nagyobb félsz volt, hogy azért a Gergő elég nagy nevekkel csinál duettet, és nekem meg kvázi annyira még nem nagy a nevem. Úgyhogy féltem tőle, hogy ez nem lesz sikeres, de hát minden képzeletbeli vágyat felülmúlt, úgyhogy igen. Egyébként magában a dalban biztos voltam, mert mikor először hallottam, már akkor nagyon tetszett. Úgyhogy igen, azért... Ilyen kicsit kétes, de inkább a pozitív irányba tendál. Persze. Ugye a dal tényleg nagyon jó, mert kellett hozzá szerintem egy olyan videóklip, ami tényleg egy külön brandet csinált ennek a dalnak, mert hogyha valaki meglát be egy képkockát, tudja, hogy ez a mostantól, hogy Gergőnek a tipikus, hogy amit ki is figuráztak sokan, ez a piros melegítője például, ugye, meg tényleg azokkal jelent a kis Walkman rajta. Tehát ez annyira egyedi védjegyévé tette ez a videóklip egyébként tényleg a dalnak az egész megjelenését, brandjét, mint mondtam, hogy nem is lehet összetéveszteni ezzel a dologgal. Igen, egyébként a Gergőnek tehát ő egy nagyon precíz és maximalista ember, és ő azért vett fel sokat ilyen mackót, vagy sport melegítőt, mert azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy abszolút azt lássák az emberek, hogy ez egy otthoni szituáció. És otthon meg az ember nem kis estéjében van, hanem ezt akarta mondani, és rajtam is csak egy farmer volt, meg egy hosszabb pulcsi, és egyébként sokan írták, hogy jó volt ezt látni, hogy nem kicicomázva. Tudnak azonosulni vele az emberek, hogy ez igen, egy fontos dolog. És egyébként nyilván tehát a klip azt szerintem eszméletlenül jól sikerült, és nyilván meg is szenvedtünk érte a Gergővel, én mondjuk. Forgatásról egy-két titkot el lehet mondani, persze. Ami mit tudom, volt, történt, ami úgy megmaradt bennetek? Igen, hát ugye a lebegős jelenetem, igen. És őt úgy forgattuk le azt a jelenetet, hogy a Gergő vett egy hevedert, amire engem felültettek, és felhúztak egy ilyen másfél méter magasba, és alulról fújtak szélgéppel, és akkor kellett ezt kapálózást csinálni, amit egyébként nem tűnik nehéznek, de hogyha itt vagy megkötve egy hevederrel, akkor hát azt tartani kell, köszönöm, a gerincem, meg a hasizmom, ami egyébként nincs sok. Tehát az durva volt, és azt a Gergő utómunkája gyönyörűen megcsinálta, tehát nem lehet látni, hogy ott most volt rajtam egy heveder, és lógó jött ki a hasamból éppen. Úgyhogy a minden ismerésem a Gergő ezt így meg tudta csinálni. Ezt a Gergő csinálta az utómunkát is? Igen. Elképesztő. Egyébként igen. Tehát egy ilyen utómunkát megcsinálni, nagyon komoly tudás kell hozzá, igen. Azért. Tehát mint a zenében ugye megvan neki, meg én nem is tudtam, hogy utómunkálatokban is neki ilyen elképesztő tudása van. Ez egy külön szakma. Igen. Hát igen, tulajdonképpen. És akkor volt a másik jelenet, amiben a vízben feküdtem, azt mondjuk kevesen tudják, hogy ez egy ilyen csapvíz, hideg víz volt. Tehát nem volt felmelegítve, és összeforgattunk, tehát ilyen 15 fok volt körülbelül a helységben, úgyhogy
Hát az ott, és de nem lettem beteg, úgyhogy csak egy picit kellett belefeküdnem. Tehát a mostantól kettőt akkor nem várod a klip részét, semmiképpen nem, ugye elmondható ezután. Elmondható ezután. Bear Grylls-hez beíratunk, felkészít, figyelj egyére. De egyébként mostanában csak ilyen klippeket forgatok. Hát ott az alha, ott pedig a kígyóval tündökölsz, ugye az ágyban. Én azt biztos nem vettem volna. Tehát az valami hihetetlen. A pókot nem vállaltam volna, megmondom őszintén, azoktól rettegek. Aranyosak, meg soha nem bántam őket, de hogy ne jöjjön közelembe. Igen. A kígyótól én nem féltem soha, ő nekem is szimpatikus volt. Aha. Igen? És rám tették, még előtte mondták, hogy ismerkedjünk meg hogy felveszi a testhőmérsékletemet, hogyha rám teszik. És akkor ott előtte már így rajtam volt, meg így nézegettem, és nagyon jó kis kisugárzása volt a kígyónak, és egyébként pont az volt a baj, hogy szerették ugye volna fölvenni a mozgását, de annyira jó volt neki a testhőmérsékletem, hogy így ő elfeküdt, és így elaludt. És nem akart mozogni, és nem akartuk, hogy azt higgyék, hogy utómunkában van felrakva rá a kígyó, és fújogatni kellett, meg simogatnom, hogy mozogjon. És egyébként a Nenés klipben pedig ott meg víz alatt forgattunk az Evelinnel, az is, hát ott is azért megszenvedtünk, tehát hogy... ez a vízi világ azért akkor minden klipet végig kísér. Igen, ott azért hideg volt a víz, az uszodában nem az a jacuzzi hőmérséklet van, hanem ott azért hideg, és ami 6 vagy 8 órán keresztül vettük a jeleneteket a vízben, úgyhogy innen is már így dízerektünk, meg így nyitott szemmel a víz alatt úszkány, tehát azért igen, szeretünk ilyen extravagáns klippeket csinálni. Lenne Magyar Bévát, csak a főszereplő hölgy, az már megvan mindenképpen. Palandázon nem ér rá, akkor igen, mondjuk most a karantén miatt egy picikét így a testemből nekem most falagni, de igen. Igen. Beszéltünk a szakmáról, beszéljünk egy picikét rólad. Hogy telnek ezek a napok? Mit csinálsz? Hogy telnek a napjaid? Hát ugye én a Gorzium Műszeti Iskolában tanítok, most ugye online, és hát próbáljuk ezeket a nehézségeket leküzdeni a kis diákjaimmal, mert azért nekik sem egyszerű ám otthonról, nagyon sokat kell dolgozniuk. Próbáljuk minél jobban megcsinálni, hogy tudjak azért nyilván tanítani nekik, de hát online nagyon nehéz énekórát tartani például. Úgyhogy ezt csinálom délelőtt, utána a kutyám szőrét porszívózom két-három hónap keresztül. Igen. Milyen kutya egyébként? Ő egy svájci juhász, svájci fehér juhász, olyan, mint a német juhász, csak fehér. Egy nagyon elég szép, ritka egyébként, nem hallottam. Eléggé szép nagy kutya. Zongorázgatok, hogy kicsikét fejleszem a kézügyességemet. De az megy a zongora, nem? Tehát az a jobban vagy? Jobban vagyok vele, de azért, tehát, hogy igazából 6 éves korom óta zongorázom, olyan szinten nem vagyok, mint ahol kéne lenne egy ilyen bruttó 20 év után. Úgyhogy azokat fejleszgettem, nyilván számokat írunk, dolgozunk a Nenékkel, amennyire lehet, Denizzel is, úgyhogy Gergővel is, úgyhogy mindenki otthonról, és hozzátenni a dalokat írunk, hogy ha majd lesz koncert, akkor tudjunk sok új tartalmat adni a közönségnek, úgyhogy mindenkivel dolgozunk, és nem állunk meg. Hát nyilván most ugye körülményekhez képest persze. Kicsit visszafogottam. Tehát nem unatkozolt, feltalálod nem. Magad, fejlődsz, ugye ez a legjobb dolog. Unatkozni ilyenkor, nem szoktam. Ilyenkor fejlődni, igen. A másik ugye a Dal című műsorban, kicsit visszatérvén megint a mostantól című, de az egy Dal című műsorban tényleg egyértelmű látszott is felhozata. Voltak jó dolog, de messze menőleg ez volt azért legerősebb. Sőt, én szoktam nézni ezeket a műsorokat egyébként. És volt, amióta én figyelemmel követem ezeket a műsorokat, volt pár dal, amire én is mondjuk rádiósként azt mondtam, hogy tényleg valóban erős dal, a Wolf Katinak a Szerelemmért múlsz, meg a másik, amire mondtam, a tietek, én az egy erős dal, ez biztos, hogy jó lesz a rádiók, ugye abszolút vezeti a játszási listákat, és pont mondtam, nem megyünk ki az Eurovízióra, ami most ugye el is maradt a jelenlegi helyzet miatt, viszont ezzel kimentünk volna, akkor lehet, hogy taroltunk volna nagyon-nagyon durván, de biztos, hogy ezt hallottátok, Márti. Persze, mindenki kérdezgette ezt tőlünk, de nem tudunk már sajnos persze. Ilyen találkozásra bocsátkozni, úgyhogy igen, biztos az is meg jó lett volna annak az élmény is, de majd hát ki tudja, hát ha még egyszer majd kijutunk oda is. Mondjuk Wolf Katira is ezt mondtak, a Szerelemért múlsz, és 20-valányadik lett például. Nem lehet tudni. És soha nem tudhatod igazából, hogy Báj Alexa például kedvesemre, én gondoltam valamiért, még a rádióban mondtam is, hogy szerintem az biztos, hogy jó helyezés fog elérni, olyan egyedi, és annyira jó, érdekes hangzás, hogy ezt meg fogják szavazni. Ez ebben is tizedik lett talán? Igen, szerintem még előbb is volt. Nem tudom már pontosan, de azt hiszem, hogy elég jó. Nagyon karizmatikus dal volt a Báj Alexé. Egyébként nekem anyukám mondta, hogy ő tudja, hogy jó helyezést fog elérni. Igen, és be is jött. Igen, sikert, hogy jellegzetes háttérvilágítás, jellegzetes hangzásvilág igazából. És a mai napig emlékszem rá egyébként, pedig egy csomó eurovíziós dalra nem. Igen. De arra igen, hogy nézett ki. Igen, meg ugye, hogyha emlékezés szót szóba hoztad, ugye hát Gergő és a VIP zenekar, ugye hát ez egy legendás, ikonikus zenekara volt Magyarországnak, hogy szoktam mondani, a lányok és a kicsit mondjuk másabb gondolkodású fiúk megőrültek, ugye a VIP zenekarért például. De akkor te nagyon kicsi voltál. Én pici voltam, de egyébként emlékszem a számaira. Koncerteken szokta játszani, egy szálgitárral van egy ilyen VIP betét, és akkor szoktuk énekelni mi is az hátul a zenészekkel, mert azt csak ő játssza egy szálgitárral. És a közönség azt tudja énekli ugyanúgy, tehát az annyira beleívódott. Azért beleívódott, pici voltam, tényleg nem is tudom, hogy hány éves lehettem, ilyen
6 körül. Kevesebb talán, nem tudom, de jó neked. Volt. De jó neked, igen. Na beszéljünk ugye mostani életedről, visszatérve egy kicsit a magánéleti dolgokra. Mi a hobbid, mi az, ami kikapcsol, mi az, amit szeretsz csinálni? Hát tulajdonképpen a kutyámmal szeretek foglalkozni, meg elvinni, sétálni, meg játszani, elég jó kikapcsol. Illetve hát van egy számítógépes játék, amivel szoktam játszani. Igen? Ez titok. Uh-huh. Úgyhogy csak így, most csak így nézem, közt mondom neked. Úgyhogy igen, meg hát nyilván zongorázom. Egyébként nekem a zenélés a hobbim, úgyhogy is. Tehát, hogy nem nagyon van egy ilyen más, tehát nem rajzolok, mert egyébként borzasztóan béna vagyok rajzolásban, uh-huh. vagy nem csinálok semmit, amit így otthon lehet. Ez a két dolog. És akkor leülök zenélgetni. Mondom, ez a zongorázás az, ami inkább a hobbi része, vagy az, hogy mondjuk dalszöveget írok, vagy zenét írok. Uh-huh. Úgyhogy ezt szoktam, meg néha számítógépes játék. Hogy állsz, ugye mondok, vannak tipikus női dolgok, vagy asszonyi dolgok, idézőjebb asszonyi dolgok, főzéssel például, mennyire vagy jóban? Egyébként egyre jobban most, hogy nyilván azért megköveteli a helyzet. Nem tudom, én a főzéssel mindig úgy voltam, hogy így van egy recept, és akkor ezt meg tudtam csinálni, le van írva. Uh-huh. És most már elkezdtem így bontogatni a szárnyom, hogy nem tartom, vagy most ez egy teáskanál, vagy egy kávéskanál fűszer. Úgyhogy abszolút, takarítani szeretek, mert az úgy jól esik, meg kikapcsolja, közben üvöltetem a zenét akkor is, úgyhogy hallgatok egy kis zenét közben. Most egész jól el vagyok a házi teendőkkel. És kiket hallgatsz egyébként? Tehát milyen zenéket hallgatsz, vagy kiket szeretsz? Hát nagyon vegyes. Tehát, hogy én a jó zenét szeretem, de meghallgatom, tehát ez igazából így kedvtől függ. Hogyha épp nincs olyan jó kedvem, akkor szomorú számokat hallgatok, hogyha jó kedvem van, akkor mondjuk Steve Wandert nagyon szeretem, neki ilyen vidám kis boldog dalai vannak. Hogyha meg mérges vagyok, akkor meg metált szoktam hallgatni. Grand Style Metallica, ez a vonulat. Igen. És akkor kiadod magadból minden dühödet. Igen, de szeretem az ilyen nagy amerikai divákat is, ilyen Kisangrél, vagy Beyoncé, vagy ilyesmi, szeretem őket hallgatni. Éppen milyen kedvem van, nincs egy ilyen egy séma, amit szeretek. Hogyha ugyan van, akkor valahogy jazz hallgatok, ilyen kis jók, inkább a populáris jazz. Tehát mindenevő vagy. Úgyhogy mindenevő. Akkor lehet ezt mondani. Ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy tényleg most már mondjuk azt, hogy országosan mindenféle túlzás nélkül is ismert vagy, ugye mondtad már az utcán is azért kezdenek megismerni, megállítanak, stb. Ugye ilyenkor óvatatlanul jön az embernek, beindul a szekér, beindul a karrier, akkor hát sokan barátok akarnak lenni, ismerősök akarnak lenni, nagyon sokan közel akarnak férkőzni, tapasztalod ezt? Persze, de igazából nekem ez jól esik, tehát nagyon sokan írnak, és régi ismerősök írnak rám, hogy úristen, de jó, hogy itt tartasz, és hogy nem tudom, hittünk benned, meg örülök, hogy így látunk, úgyhogy én ezt abszolút, tehát nem így fogom fel, hogy most akkor ők a barátaim akarnak lenni, hanem így tök jól esik, tehát nagyon sokan írnak, és egyébként igyekszem mindenkinek válaszolni, de néha olyan sok üzenet jön, főleg egy új klip mondjuk kiadása után, hogy sok gratuláció, nem mondjuk követni. A dal után, hogy egyszerűen képtelenség követni, úgyhogy így is elnézést kérek mindenkit, akinek nem írtam vissza, nem szándékos volt. De nekem nagyon jól esik, hogy ilyen sokan írnak, és hogy így ilyen kedves üzeneteket kapok, mert egyébként nyilván azért a zenészt ezt éri hideg-meleg. Persze. Kritikák is jöttek egyébként, vagy jönnek, kaptál mondjuk nagyon-nagyon durva negatív hangvitelő bármilyen üzenetet? Az igazság, durvát nem kaptam egyébként, az igazság, hogy ezekre én nem tudok haragudni, mert mindig azt mondom egyébként a diákjaimnak is, hogy készüljenek fel arra, hogy ez nyilván történni fog ilyen, hogy főleg a mai kommentelős világban, hogy kapnak negatívumot. Hogyha mindenkinek tetszene ugyanaz az előadó, akkor egy előadó lenne a világon, tehát azzal semmi baj nincs, és nyilván ugye egy ilyen versenyszituációban, mint a dal, nyilván a többi előadónak a drukkerei odaírnak, hogy ez nem jó, persze, meg miért persze. Nem. Tök jó, ez tök rendben van, tehát, hogy én ha normálisan. Persze, nem? Persze, persze. Nyilván most, amikor valaki direkt gonoszkodik, azt el kell engedni, ezt mindenkinek meg kell tanulni kezelni. Eleinte nehezen kezeltem, most már el tudom engedni, vagy egyébként mi szoktad, hogy mi azt szoktuk csinálni a Denizékkel például, hogy mindig ki szoktuk egymásnak pénzt kínálni, hogyha van valami ilyen durva beszólás, és akkor elküldjük, és azon így nevetünk. Szóval igyekszünk, nem, néha egy-kettő így betalál, de az a baj mindig, tehát nyilván elolvasom a kommenteket, mert hogy érdekel a közönség mit gondol, mert nyilván abból akarok dolgozni, hogy ez a szám most tetszett, akkor ezzel a vonalon jól mozogni, vagy mi az, amit mondjuk kritikaként fogalmaznak, meg akkor arra meg kell odafigyelni, ha úgy gondolom, hogy igazuk van. De mondom, az rendben van, hogy valakinek nem tetszik, csak nyilván ezt azért szépen is meg lehet fogalmazni. Normálisan el lehet mondani, persze. Én nem szoktam nagyon a vendégek adását megbeszélni, csak hogy rólad beszélünk, neked is ezt mondtam, ugye nem is néztük át a kérdéseket igazából. Nyilván ugye rengetegen megkeresnek, mint már mondtuk. Mi újság van a férfi emberekkel az életedben? Van párod, nincs párod, kapod-e az ajánlatokat? Igen, egyébként van párom, és kapok ajánlatokat. De... És ez mit szól, hogy kezeli? Egyébként ő egész jól,
inkább, tehát, hogy nem nagyon beszélünk róla, mert én el szoktam intézni, hogy köszönöm szépen aranyos vagy van barátommal. Igen, igen, igen. Igen, de egyébként aranyosak, tehát így ilyen durvákat, vagy ilyen zaklatósakat nem kaptam, úgyhogy nem, nincs ezzel probléma. Aha, de ő szakmabili egyébként, vagy tök más csinál? Abszolút teljesen más. Teljesen más, de ez egyébként azért jó, mert ki tudom kérni egy kvázi laikus véleményét mondjuk a zenéről, mert egy zenész lehet, hogy teljesen más, hogy látja az adott számot. Persze. Mint mondjuk, egy laikus. Látja, belelát minden mást, ugye laikus, az tényleg egy idézőjelben szó jó értelmében egyszerű hallgató szemével. Igen. És ez tök jó, és nyilván megbeszéljük a zenész barátainkkal, hogy szerintük szakmailag mi az, ami még ott nem jó, és utána megkérdezem a párom, és akkor elmondja, hogy amire mondjuk nem is gondoltunk, mert nekünk fel sem tűnt, hogy most az esetleg nem tetszhet az embereknek, vagy az ott sok lehet egy laikus fülnek. Úgyhogy nagyon jól el szokta ezeket mondani, és tök jó megérzései vannak általában. Ugye ebben az időszakban szintén beszéltük még felvétel előtt, azért rengeteg fellépés, rengeteg lehetőség elmarad. Ugye hallani mindent, hogy ekkor lesz, de lehet, hogy nem lesz. Hallani nagyon durva jóslatokat, hallani emberbarátabb jóslatokat, mikor tudnak újraindulni a fesztiválok. Ugye ez azért lelkileg azért nehéz időszak nektek, hogy nem tudjátok magatokat megmutatni. Igen, ez nagyon nehéz, mert tehát egy zenész szerintem, akinek a nyára mindene, meg az, hogy nyáron elmehessen koncertezni, nagyon várja ezt az időszakot. És most, hogy igazából nem is tudjuk, hogy mikor lesz vége, ez így nagyon nehéz, meg pláne, hogy tehát az embereket, tehát engem például nagyon sok impulzus ért most, amit nagyon szívesen át szeretnék adni egy koncerten. Tehát azt rengeteg energia van bennem, amit egyszerűen szeretnék. Igen. Szeretnék szétkürtölni, és hogy a koncerteken együtt ünnepelsünk az emberekkel, és ezt most nem tudjuk megcsinálni, és mi is így nyilván találgatunk, meg beszélgetünk a zenésztársaimmal, hogy mikor lesz, hogy lesz. Én most nagyon sajnálom az egész zenész szakmát, mert mindenki látom, hogy lelkileg megviseli a művész embereket is, meg persze nyilván, akik mondjuk étteremben dolgoznak, vagy akik most, az, hogy ők is otthon ülnek, és ez nyilván annak is nehéz, akinek dolgoznia kell, meg annak is, akinek nem kell dolgozni, úgyhogy vagy nem tud dolgozni. Ez egy nagyon nehéz szituáció, remélem, hogy minél hamarabb tudunk találkozni koncerteken, mert én egész évben ezt várom, hogy jöjjön az a nyár. És talán ott olyan energiák vannak, amiket így nem tudunk megkapni, és ez hiányzik a zenészek életéből. Persze, nem tudom, mennyire vagy tervezős a jövőre nézve, tehát tervezed a jövőt, hogy 10 év múlva ide szeretnék eljutni, mert vannak, akik nagyon ilyen analitikus emberek, hogy na 10 év múlva én ezt meg akarom mindenképpen, és azért teszek. Van valami nagy vágyad, amit ugye szeretnél érni az életedben? Hát az az igazság, hogy nekem nagyon nagy vágyam volt fonogramdíjat nyerni, és most a Gergővel ezt megkaptuk. Igen. Viszont ez most egy picikét átalakult, mert most így elértem egy célba, és akkor ott beszélgettük, és a Gergő, hogy most akkor mi lesz? Mert hogy ez egy ilyen nagy álom volt. És nekem, igen. Úgyhogy most azt szeretném, mert ugye mostantól van szerző, nem vagyok, tehát nem én írtam a szöveget, és nem én írtam a dallamot, úgyhogy most saját, mondjuk Nene vagy Denis számmal szeretnék. Saját mostantól? Saját mostantól, aminek én írtam a szöveget, hogy olyannal szeretnék. De klipjét te rendezd. Tessék? Klipjét te rendezd, már nem, akkor fárasztó lesz. Ne a Gergőjékre bízd. Igen, jó, rendben. Igen, meg hát szeretnék nyilván minél nagyobb színpadokon, nagyobb koncerteken játszani a fesztiválokon, úgyhogy ezek ilyen kicsi vágyaim vannak, amiket meg lehet valósítani mindig, és akkor van egy kis. Hát úgy néz ki, ez teljesülni fog egyébként. Tehát amilyen szépen tényleg mentek, illetve jössz fölfelé, én azt gondolom, hogy ez igazából menni fog, és meg fognak keresni sokan. Lenni, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak legközelebb is velünk itt a Fehérvár Televízióban.